Üdv mindenkinek, sziasztok! Itt vagyunk Viktorral Dubájban az Auto Madnessen. Olyan ferde a kamera, hogy ezt nem hiszem el. Rendesen rossz belenézni. Az Auto Madness nevezetű show-n, amihez gyakorlatilag lezárták a teljes dubái versenypályát, az autodrómot. És ugye ez szóról-szóra azt jelenti, hogy őrület. Amikor ezt terveztük, ezt az adást, én nem gondoltam, hogy az őrület ezt jelenti. Egy, mindenki meg van bolondulva tényleg. Biztos, hogy nem fogok tudni végigbeszélni, mert holnapra nem lesz hangom, úgyhogy szerintem ez egy narrált műsor lesz. De itt az őrület kellős közepén, ahol millió autó van, azért csak találtam egy olyan Porsche-t, ami valamiért baromi egyedi, és engedjétek meg, hogy a műsor elején erről beszélgessünk egy kicsit. Ez alapvetően egy GT3 RS, amin azért láthatjuk, hogy vannak kiegészítők, méghozzá elég izgalmasak. Az egyik legszexibb autó, amit látok, nincs túl csicsázva, pedig azért az itt ebben az országban mondjuk úgy, hogy szokás. Beszélgettem a tulajjal, meg az építővel is. Ez egy alapvetően stock carból, egy GT3 RS-ből indult projekt. Abu Dhabiban vannak a fiúk, és... És azért tud építeni a srác autókat, mert hogy a testvérének Porsche kereskedése van Abu Dhabiba. Mondta, hogy egy picit megállt a biznisz. Mondta, hogy egy picit a Covid miatt megállt a biznisz, ezért idén csak 8 darabot vett, és úgy bizniszkedik, hogy jár velük, megcsinálgatja. Jár velük, megépítgeti magának, veszi rá az extrákat, és eljön ilyen találkozókra, és felfele alkúsznak a vevők. Mert azt mondja, hogy vevő van bőven, mert hogy ízlés az nem sok, ezt ő mondta, cserébe lóvé meg boromi mennyiségű. Azt mondta, hogy körülbelül Németországban olyan 100 000 euró lenne ráköltve az alapautóhoz képest, itt egy picit többen nehezebb megszerezni. De mondta, hogy ez a 8 autó vásárlásban volt GT2 RS és a biztonság kedvéért, ami van neki, és ez meg is maradt. Ugye ez a 68 az ő cégük, úgyhogy hiába nem tűnik annyira ki itt a csapásmérők között, mégis azt gondolom, hogy ez az egyik legszebb autó itt az Auto Madnessen. És miután eddig 74-szer akasztotta meg a felkonfomat ez a hangoskodó baromság, ami egy motorhoz köthető, ezért mindjárt megmutatom azt, aztán szerintem leteszem a hangomat pihenni, és onnan jönnek a narrált részek. Ha éltetek baromságot, egy kerekezni tanító cucc, gyerekek, nem vagyok motoros, azt hiszem nem is leszek már. Milyen szépen arcba kapta a kis saj. Szóval gyakoroltatják velük az egykerekezést igazi motorral. Enni már nincs lejjebb. Megyünk tovább, mutatok. Ne érd be kevesebbel, használd te is azt, amit Bútor Robert. Kérd az olajcserét szerelőttől Eneosszal. Csatornánk partnere az Unibet Magyarország. Ha játék és internet, irány a játéknet. A műsor támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a követeléskezelés és felszámolási eljárások szakértője. Hedó. Az út, ami összeköt. Az Auto Madness Show alapjában véve egy holland kitaláció, csak miután ugye Európában elkezd rossz idő lenni, így ősszel a kiállítás rendezői és szervezői a Közel-Kelet felé veszik az irányt, és idén Dubáj mellett többek között Katarban is megvalósítják álmukat. A show, miután a régióban még gyerekcipőben jár, hagyott kivetni valót maga után, de ezt főleg mi médiások észleltük csak. Ilyen volt például az első napi bejutás nehézsége, vagy a túlzott hangerő a különféle standokról, még szabad téren is,
ami nem csak a munkát, de alapvetően a beszélgetést és így az üzletelést is néha lehetetlenné tette. A szörnyeteg, amelyet majd Európában is meg lehet csodálni, a helyiek egyik kedvence volt. A tulajdonos egy Polaris Slingshot néven futó háromkerekű járművet faragott át, elmondása szerint egy év és több mint 20 ezer euró fölötti befektetés árán, aminek az eredménye a Venom néven futó izé. A jármű rendszámos, így néha bizony Dubáj utcáin is lehet vele és sofőrjével is találkozni. Ha a Venom nem lenne elég vad, akkor a tulajnak van még egy hasonló Polarisa, amely egy vadászgép utópia, és amelyről könnyen leszerelhetőek a gránátok és lövedékek, és igény esetén a tetején lévő géppuska is működésbe tud lépni. A Slingshot egyébként hazánkban is elérhető, egy használt 178 lóerős verzió olyan 6 millió forintos áron szerezhető most be, így könnyen kiszámolhatjuk, hogy a Venom bizony több mint a saját árának a kétszeresébe került. Az Emirátusokban, és erről lesz majd szó a későbbi műsorokban is, nagyon kedvelik az amerikai autókat. Alapváltozatok is futnak jócskán az utakon, de könnyen tuningolhatóságuk miatt elképesztő kreálmányok is jönnek velünk szembe. A Camaro az egyik nagy kedvenc, ahogyan a képeken látható ötödik generációs is, amelyet kicsit a halál futam ikletett. Tetején a már szinte megszokott gépágyú és mellette kisebb rakéták, amelyeket még James Bond is akár megirigyelhetne. A motortérben a széria változatok közül a nagyobbiknak számító V8-as, kicsit átdolgozott változata pihent, a maga 550 lóerejével és természetesen hátsó kerékhajtásra optimalizálva. Ha egyedi autókról van szó, akkor Dubáj a megfelelő hely a keresgélésükre. Ha valakinek nem lenne elég különleges a mindössze két évig gyártott McLaren P1, akkor van belőle GTR változat, amely az 1995-ös Le Mans győzelem 20 éves évfordulójára készült, és amely a cég bevallása szerint a P1 pályára készült változata. Aha, ezek szerint a sima P1 csak egy Tesco-ba vagy Óviba járós családi modell. A hibrid erőforrás 1000 lóerőt teljesít, ami 84 lóerővel több a sima változatnál, ha ez valakinek is számítana. Ikerturbos 3,8-as V8-as benzinmotor és egy kicsike elektromos rásegítés nem meglepő módon alapkivitelben is slick abroncsokkal. A hátsó szárny DRS üzemmódot is tud, mint az F1-es autók, csak ember legyen a talpán, és persze legyen hely hozzá, hogy ezt ki is tudjuk autózni. Ha a gyomrunk bírja, akkor a GTR 2,4 másodperc alatt van 100-on. Természetesen a Madnessen a kisebb sportos hatchback kocsik is helyet kaptak, több Renault Clio-t, Megane modellt, és mellette japánokat is megmutattak nekünk. Nagy kedvenc a fiatalok között a Civic minden Type-R változata, de szerencsére volt Evo 6-os Mitsubishi is, és persze a Subaru márka STI modelljei is szép számmal megjelentek. Azt viszont nem feltétlenül értettük, hogy a Tesla Dubai hivatalos kereskedőre vajon miért állított ki, mert ebben az őrült hangzabarban maximum a távirányítású villogással és ajtóemelgetéssel tudtak kitűnni. A rendezők a kiállítás mellett természetesen pályaidőt is biztosítottak azoknak, akik erre külön befizettek, így igen sokszor módosult a kiállítási terület. Ennek okán igen érdekes helyzetek alakultak ki, és a bizony sok egyedi és elképesztő autó mellett egy Huracán vagy egy 458-as, esetleg egy sima GT3-as Porsche sokszor tucat autónak számított. Az egyik legdurvább szerzet az olasz autógyártást üdvözítette. A Ferrari Enzo önmagában is igen ritka jószág, azonban itt még ezt is szépen tuningolják, és akkor olyan egyedi modellek gurulnak ki, mint az Enzo Gemballa MIG U1. Az egyébként inkább Porsche-kra szokosodott Gemballa egyedi megrendelés alapján jó 10 évvel ezelőtt építette a kocsit, amely egyedi aerodinamikát, teljesen átdolgozott kipufogó rendszert, fekete felniket, kétszínű belsőt és még egy 7-szolos LCD kijelzőt is kapott. Elől a kocsi 8, hátul 10 centivel szélesebb a szériánál, míg a felniknek köszönhetően a súlya 16 kg-ban könnyebb is. A 6 literes V12-es motor 650 helyett 692 lóerőt teljesít, és bár 25 autót tervezett a Gemballa építeni, egyik sem hasonlít igazán a másikra, tehát nevezhetjük ezt a modellt a világon egyedülállónak. A Dakar Porsche egy durva és nagyon bátor lépés volt a német márkától, de látva a sikerét mindenképpen megérte a fáradozás. A 992-es változatból 2022. novemberében, azaz pont egy éve mutatkozott be a Dakar változat, amely a megszokott 4 literes motort használja 479 lóerővel és 569 Nm-es forgatónyomatékkal, mint a GT3-asok. A gyártósorról 2500 darab futott le, amelyek csak összkerékkel és 8 sebességes automata váltóval szereltek, és a következő műsorokban fogunk még látni a testvéreiből itt Dubájban.
A Porsche mellett egy csodás kis Mercedes AMG GT Black Series parkolt unottan, amely szintén nem ritka kocsi az Emirátusokban, leszünk majd később olyan autókereskedésben, ahol három is volt belőle raktáron igény esetére. A 730 lóerőre felhúzott erőforrás 3 másodperces gyorsulást és 325 km/h csúcssebességet biztosít a Mercinek, és hogy menet közben se legyen túl sok baj, ahhoz segít a 400 kg leszorító erőt képző hátsó szárny, vagy a karbonkerámia fékek. Nagy kedvencünk a Lamborghini Urus minden változata is jelen volt a Madnessen, ebből a kocsiból egyébként a legtöbb itt Novitec fejlesztésű, vagy széria, de később majd találkozhattok egy olyan egyedi menzori változattal is, amely kupé és kétajtóssá alakították. A Madness tehát tényleg egy teljes őrület volt. A gömbben motorozó srácoktól kezdve a földet maga alatt kiégető Nissan terepjárókig, vagy a szuperkocsiaikat kiállító és mindent csendesen tűrő dubái rendőrségig. Láthatóan ebben a régióban hatalmas jövője van az ilyen jellegű kiállításoknak, pályanapoknak és seregszemléknek. Mi tutira visszatérünk ide, és még van a tarsolyunkban, hiszen legközelebb egy japán autóspecialista szemén keresztül nézhettek meg még innen sok érdekességet. Abban a műsorban nem a milliárdos értékű Verdák kapnak majd főszerepet, de cserébe egyedi és különleges kocsikat mutatunk majd be nektek. Adjuk! Ha játék és internet, irány a játéknet! Ne érd be kevesebbel, használd te is azt, amit Bútor Robert, kérd az olajcserét szerelőttől Eneosszal. Támogatunk a Centro teherautók forgalmazója, az efurgon.hu. Progén Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Sziasztok! Kedves nézők, a mai nap a Lexus faceliftes megújult UX300e modelljét szeretném nektek bemutatni itt a gyönyörű téli tájban. Látszik az autón is, hogy pont ma esett a hó, de hát nem baj, annál jobb körülmény kipróbálni egy ízig-vérig elektromos autót. Ugye egy faceliftes modellről beszélünk, ez minimális különbségeket jelent akár kívül is, de a legnagyobb különbséget a technika jelenti, hiszen megnőtt a hatótáv, és sok szempontból az autó megújult. Ugye méretileg ez egy viszonylag kompakt autó, egy városi autó, ahogy a Lexus is fogalmazza, és ez azért látszik, hogyha belenézünk, ugyan elől két felnőtt kényelmesen elfér, de azért az én 185 centis magasságomhoz viszonylag azért hátra kell állítani az ülést, hogy kényelmes legyen, és abban az esetben azért be kell, hogy valljam, a hátsó térben már olyan hatalmas lábtér nincsen. Tehát ekkora a lábtér, amikor elő magamra állítom az ülést, ami azért, hát igen, nagy autónak azért nem mondanám, konkrétan a lábam nem fér be egyenesen kinyújtva. Viszont cserébe van hátul is ülésfűtés, meg USB-C töltők, úgyhogy ilyen szempontból el vannak kényeztetve a hátul ülő gyerekek. UX300e, E betű jelöli, hogy Lexustól, Toyotától eltérően ez nem egy plug-in hibrid, hanem egy tisztán elektromos Lexus. Egy ilyen kellemes kis kosárba van itt összerakva autóhoz tartozó töltő, kábelek, és egyébként meg láthatjuk a csomagteret. Hát ebbe a méretosztályba, ugye a kis autókhoz mérve alapvetően ez egy átlagos méret szerintem, tehát se nem nagyobb, se nem kisebb, de hogyha nagyon erőltetnénk, talán ide alá is be tudnánk még gyömöszölni valahogy a kábeleket, de azért ahhoz azt kicsit erőltetni kéne, illetve a tálca sem használható akkor. Kalaptartó tekintetében bevallom, a prémium termék valóját nem tudom felfedezni az autónak. Mivel ugye és teljesen elektromos, ezért tölteni kell az autót viszonylag gyakran, de erre majd visszatérek. Az egyik oldalon a klasszikus csatlakozási pont található az autóba, amely nem a gyors töltésre való, és ha jobban megnézzük, sajnos látható, hogy mindössze egy fázisról lehet váltóáramról tölteni az autót, tehát 32 ampert fel tud venni az autó, de csak egy fázisról. Tehát sajnos ez a váltóáramról való tölthetőségét az autónak jelentősen befolyásolja. Ez majd a mindennapi használhatóságban eléggé komoly szerepet tölt be, hiszen van gyors töltési lehetőség,
de az ilyen CHAdeMO csatlakozóval, ami azért nem annyira elterjedt itt Európán belül. Puding próbálja az evés, szokták mondani, úgyhogy nézzük meg menet közben, hogy viselkedik a Lexus kicsi elektromos autója, az UX300E. Műszaki adatait tekintve teljesen rendben van, ugye első kerékhajtás 204 lóerő 300 Nm, körülbelül 7 másodperc körüli 100-ra gyorsulás, 170 km/h végsebesség, ezek olyan adatok, amelyek szerintem teljesen elegendőek és abszolút megfelelnek minden igénynek, legalábbis az ilyen átlagos menet teljesítményi adatokat nézve, ugye elektromos autózás tekintetében ez a 200 lóerő szokott lenni manapság, amit nagyon sok gyártó kínál, úgyhogy ennél se több, se kevesebb. Első kerékhajtás, ez érződik sokszor, ugye, hogy 300 Newton miatt azért néha egy pici tapadást veszít az autó, főleg nyilván ilyen útviszonyok mellett, amikor egy kicsit havasabb, egy kicsit esősebb, ugye elmúlt napokban esett az eső, tehát ezt leszögezném, hogy nem csak így a hóba mentem bele, hanem az elmúlt napokban esős útviszonyok mellett, meg szárazba is mentem az autóval. Én alapvetően szerettem nagyon a Lexusokat, volt is saját Lexusom, imádtam azt az autót, egy IS volt, mielőtt még sokan megkérdeznék, micsoda egy IS, szuper autó volt, azt gondolom, és a Lexus tényleg korszakalkotó volt sok tekintetben. De nem véletlen beszélek múlt időről, mert azért vannak dolgok, amelyek ezen a modellen is érezhetőek, de hát vannak, amelyek kívánnivalót hagynak maguk után. De nézzük részleteibe. Menet közben az autó szerintem nagyon kényelmes és kellemes. A futóműven nem túl feszes, nem túl lágy, tényleg a magyar útviszonyok mellett is egy nagyon jól használható kis agilis autóról van szó, ami egy picit inkább nyilván, mint az összes Lexus, komfortorientált és nem a sportosságról szól, viszont ez nem jelenti azt, hogy össze-vissza billeg és bólogat, hanem nagyon, tényleg nagyon kellemes és jó hangolású futóművel van dolgunk, úgyhogy jó az autót ilyen szempontból vezetni. Ahogy mondtam, a menetdinamika az teljesen jó. Ugye egy villanyautónál a visszatöltés, a rekuperáció az nagyon fontos. Hát ez pont egy olyan dolog, amit ennél az autónál jelen pillanatban nem nagyon tudok kiértékelni. Ugye most nem adott hibaüzenetet, de előfordult már, hogy adott, hogy most éppen nem lehetséges. Annak ellenére, ha B-be kapcsoljuk, hiszen ugye a klasszikus séma szerint van a RND, ugye rükverc, üres és előre menet, de van egy B állás, mint break, amikor a maximális a visszatöltés, és a kis váltófülekkel még azon belül is 4 fokozatba lehet állítani a rekuperáció erősségét. De nekem bevallom, még a legnagyobb fokozatban is olyan nagyon gyengének tűnt, úgyhogy az egypedálos vezetést, amelyet sok villanyautónál meg lehet csinálni, a legerősebb rekuperációs szint, azt ennél az autónál nem tudtam. A kormány nagyon jó fogású, ugye azt írják, az LS-ből vették át a kormányt, el tudom képzelni, nagyon kellemes a fogása számomra, feltűnően jó az anyagminőség, nekem nagyon-nagyon tetszetős ez a bőr, amiből a kormány van. És ami kifejezetten tetszik, és ha máshol kritizálom, akkor itt pozitívumként meg kell jegyezni a kormányfűtésnek a működése. Az ülésfűtést is, meg a kormányfűtést is lehet automata állásra rakni, hogy az autó maga szabályozza azt, és az nagyon jól működik. 2 fokozatot lehet az kormányfűtésnek, az ülésfűtésnek 3-at, egyébként ülésszellőztetés is elérhető, ami ebben a méretosztályban kiemelkedő. És a kormányfűtésben mi tud jó lenni? Azt tud jó lenni, hogy ahol kell fogni a kormányt 3 óra, 9 óra, na ott fűti rendesen a kormány. Nem itt a tetején, ott még egész hideg, de ott ki fogja, ne fogja senki, legyen kedves. Ahol fogni kell a kormányt, ott nagyon kellemes meleg lesz, és ez számomra biztonság miatt, ugye, nagyon-nagyon pozitív hír, hogy ez jól működik. Az ülések viszonylag átlagosak, szerintem komfort tekintetében sem tudok olyan nagyon sok mindent elmondani róla. Mint ahogy az autó belső teréről sem, ami ugye megújult, és tényleg nagyon szép kijelzőt kaptunk, és a menüje is most már úgy napra kész, tehát hozza az elvárt színvonalat, és nagyon szép a felbontása, és lehet most már vezeték nélkül CarPlay-t is, meg Android autót is használni, ez tényleg nagyon klassz, és azt gondolom, hogy ennek így is kell lenni 2023-ban már bőven. De például sötétben haladva feltűnt, hogy azért a dekorációk
világítások, stb., ami manapság már a prémium szegmensben, sőt, a nem prémium szegmensben is megjelentek, hát ennél a modellnél olyan nagyon nem terjedt el, úgyhogy ez viszonylag szegényes, azt kell, hogy mondjam, így a belső díszítés. De nézzük még, ami fontosabb, milyen menni, milyen használni az autót. Ugye méretében jó, teljesítményében oké, akkumulátorkapacitása az jó, hiszen 72,8 nettó kilowattórása az akkumulátorcsomag, ami nagyon nagy, és azt írja a katalógus, hogy akár 450 kilométert el lehet menni egy töltéssel, hát én nem tudom. Aki el tud annyit menni, annak én leszek az első, aki gratulál. Mert az autó fogyasztása az nagyon magas. Lehet, hogy ez a rekuperációs problémának is köszönhető, bár hozzáteszem, amennyire lehet, mindig a maximumot használtam, és igyekeztem a lehető legóvatosabban menni az autóval, ami normális közlekedési viszonyok mellett lehetséges, de nekem a fogyasztás nem, hogy a katalógus által ígért 16 egész valahány kilowattóra per 100 kilométert nem hozza, de hát annál jóval többet. Tehát nem autópályázva, hanem normális elővárosi és városi viszonyok mellett is 26 kilowattórás fogyasztás alá nem tudtam vinni igazándiból a fogyasztást, inkább a 26 és 28 közötti tartományt sikerült. Rendben, tél van, rendben esett az eső. Ugyanaznap ugyanúgy kimentem az i4-essel is, és egy ugyanolyan vezetési stílusba mentem egy kört, hát az 17-18 körül fogyasztott akkor is, amikor ez 26-28-at. Tehát, hogy ez szerintem nagyon sok. És ebből adódóan hiába nő az akkumulátor, a hatótáv nem kiemelkedő sajnos, úgyhogy hát vagy valakinek sokkal ügyesebben kell ezt vezetnie, én nem tudom, hogy az hogy oldható meg, vagy egyszerűen nem stimmelnek az adatok, de sajnos nálam nagyon magas fogyasztás jött ki, és ez mindenképpen hátrány, figyelembe véve, hogy váltó áramról ráadásul csak egy fázisról tudjuk tölteni, tehát azt is mondhatnák, hogy mindegy, nekem napelemem van, mindegy, hát akkor sokat fogyaszt, nem számít, feltöltöm otthon, hát persze, csak arra az egy fázisra 32 ampert kell csak az autó töltésre felszabadítani, és akkor talán egy éjszaka alatt feltöltöm. Egyébként nem. Úgyhogy ez egy picit macerássá teszi a használatot. Na, se baj. Nézzük az árát, hiszen az az, ami eldönt sok mindent. Bevallom, itt komoly bajba vagyok, mert nem is akartam foglalkozni az árával olyan nagyon, mert nem értem egyszerűen. Tehát nem értem az árát a Lexusnak, ennek a modellnek. Ez a kivitel, amiben ülünk, ugyanez a legjobban felszerelt, tehát ez a legjobban felszerelt, hiszen több felszereltségi szint is van, ez a full extrás kivitel, de ez az autó, ez 30 millió forint. 30 millió forint, az nagyon sok. Az nagyon sok ebbe a kategóriában, azt gondolom, és ennél sokkal kedvezőbb ár cédulának kellene lennie. Konkurenciát nézve azért van hasonló teljesítményszinttel mindenki legalább 3-4 millióval, de akár többel is kedvező árat tud mondani. Van, aki akár 10 millióval is, tehát ha mondjuk összehasonlítjuk, ha már prémium gyártó, akkor én mondjuk egy iX1-es BMW-vel tudom összehasonlítani, abból is most van a 20e kivitel, ami a alapmodell 204 lóerő, teljesen hasonló. Na hát az 18,5 milliótól indul. Oké, jól felszerelve mondjuk 22, de nem 30. Tehát, hogy kicsit odébb van. Ha már Lexus szeretnénk venni, amivel egyébként semmi baj nincs, sőt, megértem bizonyos tekintetben, akkor házon belül is az új RZ, az lehet, hogy egy picivel jobb választás, hiszen kicsit drágább, ez igaz, de azért kicsit nagyobb is, kicsit erősebb, kicsit jobb teljesítményszintű, úgyhogy az autó önmagában szerintem egy jó autó, bizonyos hiányosságokkal, de nem ezzel az árral. Ennek sokkal olcsóbbnak kéne lenni, hogy ez igazán elterjedhessen, én azt gondolom, még így facelift után is. Köszönöm szépen, sziasztok! Flotta kezelés Online Car Market Kft-től. A műsor támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a követeléskezelés és felszámolási eljárások szakértője. Hedó. Az út, ami összeköt. Partnerünk az Alfa Romeo Magyarország.
Gumihotel gumiszerelés a Grand Gumi Kft-től. A műsor támogatója a Góbuda Malban található belga pékség és kávézó.